Az Európa Liga csoportkörében már a Zvezdára figyelő FTC 2-0-ás vereséget szenvedett a Széktori stadionban. A 27. percben Szalai kiugrott a nagyot, aki Dibuszt átemelve megszerezte a vezetést. 6 perc múlva Tóth Barnával szemben szabálytalankodtak a védők, és a játékvezető Karakó Ferenc nem hezitált, befújta a büntetőt. Nagy most is túljár Dibusz eszén. 2-0 után mindent megpróbált az FTC, de a Kecskemét hősiesen védekezett, higgadtan futballozott. Csercsaszó beküldte csatárait, de se Vesics, sem Maé, sem Marquinhos nem tudta bevenni Varga kapuját. Kosárlabdázóink a szezonnyitó mérkőzésen a másik negyedben kiharcolt előnyüket okosan megtartották a 40. játékperc végéig. A Nyíregyháza csak perőre támaszkodhatott, és ez a csapattal szemben Kecskeméten édeskevés. Férfi kézilabdásaink a plerenen próbálkoztak meg a pontok begyűjtésével. Gyorsan kijött a két csapat közti különbség. A budapestiek rutinos játékosai általában jól döntöttek, és hibáinkat azonnal megbüntették. Férfi röplabdásaink nagy lehetősége szalasztottak el, mert a tavalyi bajnok vasárnap este messziben verhető volt. 1-0-ás hazai vezetés után a Kecskemét sok-sok játszmalabdát elpuskázott, és az a szezon első mérkőzésen sokba került. KRC Pénzügyőr 1-3. Futszálosaink a debreceni fiaskó után alaposan elpáholták a Rubeolát. Ami ott nem jött össze, azért gólt ért, és ezt leginkább a Rubeola bánta. Szép játék, értékes pontok, visszaszerzett önbecsülés, Kecskemét Rubeola 8-2.